internet előtt ülőket, akik velünk vannak ezen a két napon, és nem csak a két napon, hanem két hetente az irodalmi estünkön, képzőművészeti kiállításainkon, népfőiskolánkon, és mindenféle olyan földi jó dolgokon, ami a kultúrát képezi. Mostani programunk következő résztvevői a Divertiment Trio, családi kamarazenekar, tehát akik hallhatták, mert már voltak itt nálunk, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt, ha minden igaz, 3-2? Körülbelül, hát akkor 3 évvel ezelőtt, úgy száll az idő, röpül, de még az volt, nekem az volt a szerencsém velük kapcsolatban, hogy még pont még az utolsó taktusok még itt csengenek a fülemben. Tehát éppen ezért még akkor mondjuk azt, hogy végszóra megérkeztek ismét közénk, fogadják nagy szeretettel őket, és a csodás játékokat, amit velük megajándékoznak bennünket. Tehát fogadják szeretettel, Divertiment.
Nagy szeretettel köszöntjük kedves közönségünket, és nagyon szépen köszönjük a meghívást. Nagy szeretettel köszöntjük kedves közönségünket. Mindjárt a koncertünk elején nagyon szeretném megköszönni a meghívást. Örülünk, hogy együtt ünnepelhetünk a Pécsi Origóház címke programjával, hisz mi is évfordulósok vagyunk. Idén februárban volt 10 éves az együttes. Nagyon örülünk, hogy a címke program 5. évfordulójára meghívást kaptunk. Műsorunkat egy Schubert menüettel kezdtük, és egy másik Schubert menüettel folytatjuk. Barokk és klasszikus zeneművekből áll. Most a 16. századból következik Morlétól Gályárd. Thank you.
Alman. Eszter a csellista húgom, és Kati a hegedűs húgom, ő Pesten dolgozik, nem tudott a mai alkalomra hazajönni. Viszont családban maradt a hegedűs kisegítőnk, a férjem Gyuri ugrott be helyette, aki hát néha brácsázik az együttesben, de a hegedűse már tőle távol, úgyhogy most a húgomat helyettesíti hegedűn.
Hát én meg a bőgős vagyok, igen. Hát édesanyánk meg a zongora kísérünk. Úgyhogy azért családban maradt az együttes, ebben a fölállásban is. A Divertiment Trio pedig egy ilyen nyelvtörő lecke. Két szónak az összetételéből áll, ezért fontos is, amikor írásban jelezzük, a divertimento, az egy többtételes zenei műfaj. A trió pedig azt jelzi, hogy három vonós hangszerről van szó, a hegedű, cselló és hát a bőgő, egy különleges trió fölállás. Eredetileg hegedű, brácsa, cselló szokott triózni, hát mi most így oldjuk meg, átírjuk a darabokat hegedű, cselló, bőgőre. Következő műsorszámunk Heintől Divertimento, ennek egy presto tétele. Thank you.
ismeretlen zeneszerzőtől következik, Courant. Együttesünk két CD-vel rendelkezik, mindkettő ott látható a kisasztalon, megvásárolhatók a koncert után. 2006-ban reneszánsz barokk klasszikus címen, hát egy ezt a most hallható repertoárunkat vettük föl. 2011-ben egy karácsonyi CD-vel készültünk, amin magyar karácsonyi énekek mellett portugál és angol karácsonyi dalok hallhatók. A karácsonyi énekek mellett négy szólamú tezéi énekeket játszottunk még. Most a 18. századból Candeille, tamburin zenéje következik La Provençale címmel. Thank you.
ismert zeneszerzőtől következik, Induló Handeltől. Befejezésül hallgassák meg Haydntől Trio című művéből a menüettet és a finálét. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a lelkes tapsot. Bemutatom az együttes tagjait, tehát a Divertiment Trio Pécsi családi kamaraegyüttest hallották. Hegedűn közreműködött Kemény György, cellón Nagy Eszter, csembalón kísért bennünket édesanyánk, Komlós Zsuzsanna, nagyné Komlós Zsuzsanna, én pedig Nagybőgön közreműködtem, Kemény Nagy Zsuzsanna. Talán egy kis ráadást kapunk. Igen, igen, tehát talán ezért várt is a közönség, hogy hát most ilyenkor mi ez a nagy menekülés. Tehát ha kapunk egy kis ráadást, azt megköszönjük. Jó, akkor ha szabad, ismételnénk Handeltől az indulót, és aztán utána indulunk is. Köszönjük szépen. Divertiment Triónak a szereplést, ezt a gyönyörű zenét, hogy visszarepített minket a barokk korba, és fogadják szeretettel ezt a kis emléklapot annak apropójából, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen mi is. Köszönöm. Tehát, mint ahogy említve lett, itt az asztalkán vannak CD-k, amiket meg lehet vásárolni. Ha valakinek megtetszett ez a szép muzsika, akkor ne fogják vissza magukat. Néha csak bátran az asztalhoz lehet menni, és lehet vásárolni ezekből a zenékből. Aztán a továbbiakban ismét az irodalomé lesz egy kicsit.